Hát igen, az információ ösztönvíze és az egyház missziója, az biztos, hogy megnehezíti az egyház dolgát, hogy eleve ilyen információ döppingben élünk. Hogyan lehetne ebből kievezni? Hát jó kérdés. Kész receptjeim nincsenek, de én azt hiszem, hogy itt is inkább a személyes életvezetés, jó példa az, ami segíthet a fiataloknak. Én arra gondolok, hogy elég gyakran találkozunk emberekkel, akik egyszerűen hagynak csapot, papot, ahogy szoktuk mondani, és főleg ilyen külföldi értelmiségi emberek, akik esetleg informatikában vagy banknál dolgoztak, és felcsapnak vándor életre, és hát évekig utaznak a világon, dolgoznak interneten, és hát így próbálják valahogy megtalálni önmagukat, útra kelnek, kimozdulnak a megszokottból. Vagy pedig vannak emberek, akik szintén keresnek, tehát akár hallunk arról, hogy szívesen visszavonulnak egy pár napra, akár egy kolostorba, vagy egy rendházba. Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból, tehát az egyháznak, mint missziós egyháznak, tehát figyelnie kell ezekre a csendszigetekre is, amit a kolostorok, vagy esetleg bizonyos lelki gyakorlatos házok biztosítanak, és ez lassan-lassan fel fog értékelődni. Tehát az információ döppingben lassan érezzük azt, hogy nem tudunk elmélyülni, igazán nem tudunk azzal foglalkozni, ami valahol belül a szívünk mélyén meglapul. Egyetemi tanárként 1999 óta, rektorként 2003 óta tevékenykedik Gyulafehérváron a Hittudományi Főiskolán. Hogyan látja, milyen kihívásokkal néz szembe a mai társadalomban egy papi hivatást választó fiatal? Igen, mondjuk csak a dátumokkal kapcsolatosan, de hát nem annyira lényeges. 99-től 2003-ig főállásban plébános voltam, de közben dolgoztam óraadó tanárként, igaz, hogy heti néhány órán volt. 2003-tól 2012-ig voltam a szeminárium rektora, meg hát annak a periódusnak a kezdetén a főiskolának is a rektora. És hát 2012 óta idézőjelben csak tanár, illetve 2016 óta intézetigazgató is vagyok a teológiai kar keretén belül. Na most a kérdésre visszatérve, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe a mai fiatalok, amikor papságra készülnek. Egyrészt én úgy látom, hogy a bőség zavara veszi körül a mai gyerekeket, a mai fiatalokat. Tehát egyszerűen nehéz elköteleződniük valami mellett, mert annyi új impulzus kapnak, hogy nehéz egy valami mellett elköteleződniük. Na már pedig a papi élet másképp nem működik. Gondolom, hogyha sokan fiatalok hallják, hogy papképzés, 6 év elméleti oktatás, egy gyakorlati év, tehát 7 évig legyek a szeminárium keretében, és készüljek a papságra, az túl sok. Tehát gondolom, hogy csak úgy viccből és próbából senki se vág bele, és azt hiszem, hogy ez a hosszú képzés is egy picit elgondolkoztatja a fiatalokat. Persze erre nem az a megoldás, hogy akkor a képzést lecsökkentjük felére, de úgy látom, hogy ez is nehézséget okoz. És a sok lehetőség, ami a fiatalok előtt áll, másrészt pedig hát a papok nem élnek ugyan szegényen, de azt hiszem, hogy vannak más munkahelyek, hivatások, ahol azért anyagilag is sokkal többre tudnak számítani, mint amennyit a papi hivatás nyújt ezen a földön. Sok hivatás már kisgyermekkorban körvonalazódik. A keresztény családokban vagy a hittanórákon jól képzett hitoktató vagy közvetlen papbácsi munkája révén.
Ön hogyan látja, melyek a legfontosabb lépések a keresztény nevelésben? Nemrég egy lelki gyakorlaton a lelki gyakorlat vezető atya azt mondta, hogy hát most felismertem, egyébként spirituális az egyik szemináriumban Magyarországon, és aztán most ismertem fel tulajdonképpen, hogy mi lenne az én feladatom a hivatás gondozásban. Néztünk ki a helyre, ugyanbizony mi akar ez lenni, és hát megtanítani a fiatalokat imádkozni. Tehát bevezetni az imádság világába, és a többit a Jóisten elvégzi. Tehát ez a legfontosabb. Tehát mi is legyünk az imádság emberei, hogy tudjuk másokat bevezetni ebbe az imádság világába, és a többit tényleg a Jóistenre kell bízni. Hogy aztán hány pap lesz a jövőben, vagy hány nem lesz, de meg vagyok győződve, hogyha sok katolikus ember lesz, akár pap, akár egyszerű laikus ember, akik imádkoznak, a Jóisten meg fogja mutatni az utat. Köszönjük szépen!